térjünk most vissza a gyakorlati problémák, feladatok megoldásához. Amit most megoldunk, az egy OKE feladat, amely egy összetett feladat. Nézzük meg, hogy is néz ki. Komplex feladat készítése szoftverrel. Ön egy dokumentum kezelő rendszert fog bemutatni egy cégnek. Végezz el a diasoron az alábbi módosításokat. Forrás fájlok, itt látható, mentse PPT, a alap PPT vizsgáztató által megadott helyre ezt a állományt, a fáj neve ékezetek nélkül, vezetéknél keresztnév, év, hónap legyen, és annak a helyébe a saját nevét helyettesítse, például Kis Rozália 2009. 10. hó 8-a. Én betöltöttem ezt az állományt, és akkor mindjárt gondoskodok is arról, hogy el legyen mentve megfelelő helyre. Természetesen ez most kompatibilis módban van megnyitva, ugye ez egy régebbi verzióval készült PowerPoint állomány. Megnézzük, van-e benne megoldás rész, van. És akkor azt mondom, hogy én most csak a szignómat fogom ide írni, és dátumot se fogok beletenni. Csak ennyi. És kész. Na, hát azt mondja, hogy formázások. Alakíts át minden dián a lábléc mezőt. A lábléc szövegdoboza az alsó sötétebb sáv bal oldalán kezdődjön. A szövegdoboz magassága egyezzen meg a sáv magasságával, szélessége legyen 18 cm. A lábléc szöveg és a diaszám szöveg legyen félkövér, és a háttér színsémát kövesse. A lábléc és a diaszám szövege legyen Arial Black típusú. A lábléc szövege legyen balra igazítva. Tehát itt végig-végig a lábléccel van szó, és minden dián történhet. Hát tudjuk, hogy ez a diamintáról, illetve innen elérhető. Úgyhogy akkor én most ezt beállítom. Először is a szöveggel foglalkozzunk. Igen, alakíts át, milyen dián a lábléc mellé szövegös. Igen, csak éppen. Azt mondja, hogy legyen, de nem mondja meg, hogy mi legyen benne. Érdekes módon. Hát akkor ennyi. Ebből ennyit tudunk összesen itt most elérni, hogy van élő láb, de nem tudtuk formázni, tehát nem tudtuk megmondani, hogy mi legyen benne. Tehát nekünk ezt formázni kellene.